Újfalusi Márta közel 15 éve döntött úgy, hogy elkötelezi magát a gyógyítás mellett. Időközben sok mindennel teljesebbé lett a tudásom, de a legfontosabbnak az, hogy megőrzöm kíváncsiságom és nyitottságom az emberek felé. Cikkeket, könyveket publikálok, lektorálok, zenélek, előadásokat és meditációkat tartok, és nem utolsó sorban nagy gyakorlattal rendelkező egyéni terapeuta, életviteli tanácsadó is vagyok. Ez jutott nekem, ez a sorsom, nem tehetek mást, nem foglalkozhatok csak azzal, amit szeretek. Számomra ez a természetes, így vagyok boldog és elégedett. Megélem azt, aki vagyok, és annyira szeretem az igazságot, hogy a látó gyógyító állapotomat folyamatosan működtetem. Sok mindent kikísérleteztem önmagamon, és azt tudom hirdetni és továbbadni, ami a saját életemben is működik. Stúdiónk vendége Újfalusi Márta, látó spirituális gyógyító. No Márta, miután összefutottunk, nem volt könnyű az egymásra találás, ugyebár, de nagyon örülök, hogy megérkeztél a Vörösmarty Rádió stúdiójába. Én látó és gyógyító, spirituális gyógyítóként mutattalak be. Na, vegyük sorra egy picit ezeket a fogalmakat, hogy mivel is foglalkozik. Nagyon sok helyen nyilatkoztat, körülbelül gondolom 800-szor fogod elmondani mindezt, hogy mitől is látó a látó. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Újfalusi Márta vagyok. Mitől látó a látó? Így születik ez a legegyszerűbb válaszom. Az, hogy hanyatszorra fogom elmondani, az azért nem zavar, mert másképp fogom elmondani. Ne untassam saját magam. Rögtön, ha ezzel indítunk, nem baj. Ez egyfajta képesség, tehát egy terapeuta vagyok, aki üzemelteti, működteti a képességeit egyfajta saját módszerrel. És mint terapeuta elmondhatom magamról, hogy nem mindenkinek vagyok a segítője, tehát azoknak vagyok a segítője, akikkel azt érzem, hogy együtt tudunk működni. Ez nem egy szolgáltatás, amit csinálok, hanem egy állapot. És ez az állapot, ez működik, és akivel együtt tudok működni, nagyon szívesen segítek. De hát ez mindig egy kölcsönös együttműködés. Hogyan jöttél rá, hogy te ilyen képességekkel vagy képességgel rendelkezel? Tulajdonképpen az, hogy hogyan, az egy folyamat volt, mert voltak ennek egészen kezdeti jelei, amelyek már tudatosultak bennem, és később ezek a jelek egyre inkább erősödtek, úgyhogy az öntudatom az igen hamar kialakult. Nem is azzal volt gond, hanem egy ideig ezzel a képességgel nyilván gond volt, mert volt, amikor szunnyadt, volt, amikor erősebben működött, és amikor elhatároztam, hogy ez az út az, ami nekem a legmegfelelőbb, emberek segítése, úgyhogy közben én is jól érezzem magam, hát az már tulajdonképpen a kamaszkorom vége volt. Tehát egy 20-as éveim eleje. Na most hogyan képzi magát az ember? Jó, van egy képessége, de azt folyamatosan tovább kell fejleszteni, nem? Természetesen. Nekem azt mondom, hogy a tanítómesterem az én saját magam vagyok. Uh-huh. Hogy kiket láttam már munka közben, kikkel tárgyaltam, kikkel tartok ismerettséget, az tulajdonképpen az önképzésem egyik folyamatos része. Uh-huh. Az önképzésem másik fontos része, amit nagyon-nagyon sokra tartok, ez pedig a gyakorlat, a praktikum. Tehát, hogy ez működik, működtetem, nem jövök ki belőle, tehát folyamatosan csinálom, nem essem ki a gyakorlatból, és tulajdonképpen állandóan tanulok. Mi az, amiben a spirituális gyógyító segíteni tud? Tehát minden bizonnyal te nem receptet írsz föl, ha valamilyen problémával hozzád fordulok, hanem te valamilyen más módon próbálsz rajtam segíteni. Uh-huh. Egy kicsit receptet is írok, hiszen ha vannak tanácsaim, uh-huh, akár természetgyógyászati, bármi, teja, keverékek, bármi, ez is része ennek, hogy fel fogom írni, lehet nálam jegyzetelni. Uh-huh. Én magam vagyok a gyógyszer. De milyen módon? Most elmegyek hozzád, mert valamilyen problémám van. Egyáltalán nem tudom, milyen problémákkal lehet hozzád fordulni bármilyennel? Fáj a gyomrom, fáj a fejem, rosszul alszom, lelkileg megzuhantam. Milyen problémákkal szoktak? Tehát, hogy milyen problémákkal lehet hozzám fordulni? Mivel lelkész vagyok, elsősorban, és egy elég speciális dolgot csinálok, ez az energetikai tisztítás. Tehát ez az egyik szellemsebészeti fő tevékenységem, tehát káros
szellemektől, káros energiától való megszabadítás, ugye megszabadulás, és ennek vagyok az egyik elősegítője. Az, hogy fáj valakinek a gyomra meg a feje, azzal szerintem ne hozzám jöjjön. Uh-huh. Tehát nem vagyok sem belgyógyász, sem körzeti orvos. Ilyesmivel nem szoktak, lelki problémákkal szoktak elsősorban. De az, hogy ennek mi a fizikai kivetülése, hogy nem tud aludni, és démonok kínozzák, ilyesmi, illetve egy gyötrődési folyamaton túl van, abban biztos tudok segíteni. Aki nagyon mélyen van, azzal nem szívesen foglalkozom, mert aki mélyen van, az nem fog engem megérteni, és önmagát sem. Honnan tudjuk azt, hogy mondjuk tényleg démonokról van itt szó, vagy tényleg valamiféle szellemvilág az, ami minket megakadályoz abban, hogy kipihenjük magunkat, hogy jól aludjunk, vagy csak a közérzetünk jó legyen. Tehát ezt, te hogy érzed meg azon az illetőn, hogy van rajta? Azt, hogy hogy érzem meg, azt nem tudom elmondani. De megérzed mindig? Megérzem természetesen, és látom is. Látom a tekintetből, arcvonásokból, bármiből, aurából, tehát aurát érzékelek. És hogy veszed le? Hallom a... Hát mondhatod neki, hogy menj haza, démon. Hallom a... Tehát az, hogy hogyan érzem meg, ezt hívjuk úgy, hogy 6., 7., 8. érzékelés. Uh-huh. Akik hozzám fordulnak, ők érzik, hogy van valami problémájuk, akár energetikai blokk, akár tisztulni szeretnének, tehát ez nem is kérdés nekik, akik hozzám fordulnak. Egyáltalán nem tesznek fel ilyen kérdéseket, csak azt teszik fel, hogy tudok-e segíteni, illetve már amit olvasnak rólam, eléggé ismert vagyok cikkeimből, ki tudják következtetni, akár érzések szintje, hogy tudok nekik segíteni, hogy hogyan veszem le ez a saját titkom szellemi energiákkal. Erről soha senkinek nem fogok beszélni. Nagyon helyes, jól is teszed. Ezek a saját gyógyítási módszereim, semmiféle tanfolyamot nem tartok, pontosan amiatt, mert ez, amit én tudok, az én módszerem, ez egy teljesen tanulhatatlan képesség. Uh-huh. Ezt csak fejleszteni, gyakorolni lehet. Vagy megy valakinek, vagy nem megy. Ha nem megy, körülbelül olyan, mint az írás, akkor nem kell csinálni. Úgy is kiderül nagyon hamar. Ha mondhatok ezzel kapcsolatban egy példát például, akkor azt megköszönöm. Sokan fordulnak hozzám, és néha nagyon nagy bajban vagyok, ugye? Tehát van kettőféle probléma, amikor bajban vagyok, ugye? Ez majd lehet, hogy a kedves hallgatók egy picit ezt megmosolyogják. Az egyik az, amikor adott egy ember, mondjuk elmúlt 20-30-40 éves, teljesen mindegy, mit csináljon, mit évő legyen, mivel foglalkozzon. Fogalmam sincs. Te eddig nem találta ki, akkor most itt van az ideje, és gyorsan. A másik probléma, menne neki ugyanaz, ami nekem. Uh-huh. Ugye? Tehát ez ilyenkor nem vagyok sem arcfintorgó, mimikázó, sem pedig várángató, de ilyenkor sajnos bárkinek megállna a tudománya, mert ugyanazt, amit én, vagy ugyanazt, amit te, Ági, nem lehet csinálni, azt csak te tudod, úgy, ahogy te csinálod, úgy, ahogy én csinálom. Tehát uh-huh. itt nehéz kérdés. És például az írás, ugye? Sokan mondják, hogy ő nagyon jól tud írni, kamaszkora óta ír, és akkor felteszem a kérdést, hogy beküldtem már az írásait egy szerkesztőnek. És bízom benne, hogy az a szerkesztő, az látott 5000 ilyet, és meg fogja tudni mondani, jó vagy nem jó. Ha azt mondja, nem jó, küldje be egy másik szerkesztőnek, de ha a negyedik is azt mondja, akkor valószínű, hogy nem tud írni, nincs hozzá tehetsége. Mm. Akkor még mindig ne adja föl, próbálkozzom. És ez az, amikor én azt mondom, hogy ez a merjük vagy nem merjük. És ha merjük, akkor az hozza a gyakorlatot magával. De az még nem biztos, hogy erős tehetség. Mm-hmm. Csak ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatban mondani. Érdekes. Olvastam az oldaladon nagyon sok mindent egyébként, úgyhogy próbálunk majd erre-arra kitérni. Köszönöm. Hogy nyilatkoztad, csak úgy, mint bármely más területen is. Minden területen, ezotérián belül is vannak sötétek és fényesek. Középút nincs. Aki kicsit is sötét, az sötéteket mond sötétből. Aki nagyon sötét, az esetleg le is ránt a saját szintjére. A sötétek is tudnak segíteni szenvedésekkel és rossz érzetek keltésével, náluk kell megfizetni a tanuló pénzt. És olvashatnám tovább, nagyon érdekes egyébként ez a látásmód.
és elgondolkodtató is minden sorod egyébként, meg bármi, amit a léleklátásról írsz. És ez így van? Tehát találkozol fényesekkel, sötétekkel? Tehát úgy minden van az igen. életedben? Igen. Ördög és angyal? Ördög és angyal, hogy ne lenne? Uh-huh. Hát ez a két hadsereg harcol egymással. Mindenkinek a saját életében erre rá kell jönni. Szeretem azt a szót, hogy kell. Pszichológusok nem szeretik, én nagyon szeretem. Azért szeretem a kell szót, mert egyfajta szükségességet jelez. És a szükség az időnként törvényt alkot és törvényt bont. Tehát ha valaki nem jön rá esetleg az univerzumnak a legalább az alapvető működésére, akkor nem tud benne eligazodni, és állandóan keresi a mi érteket és a hogyanokat. Nyilván az a cél, hogy minél korábban rájöjjünk. Én nem mondom, hogy én vagyok a mindentudó, és van pár kollégám, aki mindenhatónak képzeli magát, nagyon jó gyógyítók, és nem szabad mindenhatónak képzelni magunkat, mert picike pontok vagyunk, de pontosan tudunk működni, ha ügyesek vagyunk. Korán rájöttem sok mindenre, úgyhogy az eligazodásom, mondjuk azt, hogy biztos mezőkön járok ilyen angyalok és démonok tekintetében. Tehát pontosan tudom, hogy jó, rossz, sötét, szürke, fényes. Uh-huh. Fényes. Pontosan uh-huh. tudom ezeket, igen. Igen. És mindezt a saját életedre hogyan alkalmazod? Mert az ember azért óhatatlanul is uh-huh. foglalkozik saját magával, és nem csak páciensekkel kvázi. Szeretek saját magammal is foglalkozni. Az, hogy hogyan alkalmazom a saját életemre, az nagyon érdekes dolog. Szerintem jól, tehát igyekszem minél jobban, viszont nekem is vannak nyilván olyan kérdések, amit egy picit többször megnézek, megvizsgálok, sőt, szeretek kollégákkal, jó kollégákkal konzultálni, akik jól látnak, és jól elemeznek. Tehát analizálok, szintetizálok, és nem csak az, hogy meglátok valamit, hanem tulajdonképpen fel is boncolom a témát. Teljesen szeretek mindent kielemezni. A saját életemet is elemezgetem. Én sem vagyok mentes az elemezgetés alól. Na, vegyük sorra egy picit, ugyancsak az internetről vettem ezeket a nyilatkozatokat. Annak és olyannak látlak, aki és amilyen valójában vagy. Tiszta és objektív képet kapsz saját magadról. Na, jó, elmegyek hozzád, és akkor meg fogok lepődni, hogy én milyen vagyok? Nem fogsz meglepődni. Uh-huh. Azon fogsz meglepődni, hogy hogyan lehet ennyi mindent látni rólad, uh-huh. anélkül, hogy valaha is beszéltünk volna. Azon fogsz meglepődni. Tehát olyan dolgokat mondasz igen, el, amit csak te tudsz. Igen. Uh-huh. Volt olyan, hogy elhűlt az ott ülő. Ó, persze, hát sírnak is, meg mindenféle dolgok vannak. Persze, hát a síráshoz már kezdek hozzászokni ennyi év alatt. Én saját magam nem sírok nyilván senkivel, és nem örülök nagyon, tehát én próbálok középen maradni egyfajta forró szívvel, kemény fejjel, nem lehet másképp látni, csak most így. Már elnézésre közben hideg vágok. Hideg fejjel, bocsánat, nem kemény fejjel. Igen, hogy rám nézel, és azt mondod, te Ági, te egy gonosz ember vagy. Így belemondod rád, az ember nem, ilyennel ne is példálozz, tehát uh-huh. nem így látlak, úgyhogy rád nem is én mondanék nem, ilyet. Én nem gondolnám, hogy az vagyok, nem, úgyhogy nem is csak... Nem hogy is mondanék ilyet rád, nem is vagy az. Köszönöm. Nem, azért nálam ez de szakmailag. De most én szakmailag egy kicsit, uh-huh. sarkít, azt uh-huh. tudom, szakmailag azért ez ennél összetettebb, mert... Körülírod, hogy nem írom nézd. Körül, aki nagyon gonosz, néha találkozom rendkívül gonosz emberekkel, szakmailag abszolút igyekszem profi lenni, bár amatőrként jobban szeretek látó lenni. Az amatőr ugye azzal dolgozik, akivel szeret, uh-huh. igaz? Uh-huh. Tehát akivel az amatőr egyébként magyarban egy rendkívül pejoratív, uh-huh. negatív szó. Sajnos hajlamosak vagyunk a szavakat negatívan használni. Például nem akarom, hogy engem befolyásoljon. Ez pedig jót is jelenthet, nem? Tehát én akarom, hogy valaki engem jó irányba befolyásoljon, nem? Angol tanáraim jó irányba befolyásoltak. Uh-huh. Igaz? Tehát nem ennyire, tudom, hogy sarkítottál, de ha valaki nagyon gonosz, és ennek két útja van, ha nagyon erősen megszállott valaki, és nagyon gonosz, az
jelentkezhet egy olyan mély depresszióban, amiből ő ki szeretne jönni, és hajlandó együttműködni. Ez a jó oldala annak, amikor valakit energetikailag, gyakorlatilag teljesen leszívattak, ugyanakkor meg szeretnek jönni. A másik ága a nagyon gonosznak, és nem vagyok hajlandó velük foglalkozni, akiknek viselkedési zavaruk van, és olyan szinten zavaró ez már, hogy ütni, verni szeretne engem, miközben én szeretnék neki segíteni, tehát ilyennel nem foglalkozom. 2 perc alatt megmondom neki, hogy kívül tágasabb, tehát ez előfordul. Mennyire veszik ki az energiáidat egy-egy foglalkozást? Mondjuk naponta te hány emberrel tudsz komolyan foglalkozni? Ha jól csinálom a munkámat, igyekszem jól csinálni, ezt nem nekem kell megítélnem, de én csak azt tudom mondani, hogy igyekszem jól csinálni, akkor természetesen kiveszi az energiáimat. Tehát ha komolyan veszem, már pedig én komolyan veszem, tehát erről biztosan tudok nyilatkozni, hogy komolyan veszem, akkor elfáradok. Ugyanakkor töltődök is közben, mert nagyon szeretem ezt is csinálni, de írni is nagyon szeretek, meg majd még, ha kérdezel, egyéb más dolgokat is nagyon szeretek. Az, hogy hány emberrel tudok foglalkozni, erre azt mondanám, hogy mivel nem úgynevezett sima rendeléseket csinálok, ugye az a sima rendelés, hogy mondjuk van egy asszisztense valakinek, és akkor így kidobogatja az embereket 20 perc után, vagy 25, ezt is meg lehetne csinálni. Én azért igyekszem egy olyan egy és egy negyed óra, néha másfél órákat mélyen alaposan. Én azt mondom, Ági, nem akarom a kedves hallgatókat sem elrémiszteni, sem túlzottan bíztatni. Szűzjegyű vagyok, viszonylag sokat, nem mondanék számot, de sok emberrel tudok foglalkozni. Uh-huh. Ez hagy maradjon egy picit az én titkom, hogy mennyivel, de sok. Van türelmed. Van. Ehhez az is kell. Ez abszolút. Nem csak kitartás, hanem türelem is. Ez nagyon nagy türelem kell. Nagyon nagy türelem kell. Na, amit nyújtasz, ugye, hát energetikai és mentális tisztulás, feltöltődés, tartós eufória, gyógyulás szellemből. No. Hát ez nagyon szép. Ez megtörténik abban az egy órában? Vagy én utána fogom azt érezni a hatását, vagy vissza kell még mennem hozzá egy párszor? Ez hogyan történik? Kezdjük. Nagyon-nagyon köszönöm. Nagyon jó kérdéseket teszem fel. Köszönöm. Tényleg. Jó, okos, klassz kérdéseket. Hosszú távú és a rövid távú memóriám néha felcserélődik. Most megpróbálok akkor a végével kezdeni, jó? Hogy... Szent szellem, tehát igen, gyógyulás. Szellemből gyógyulás, igen. Az eleje volt inkább a kérdés, igen, mit volt? Ez, energetikai és mentális tisztulás, feltöltődés, nagyon megmagyarázni, ezt nem is szoktam tudni, szellemből. De igyekszem azért egyébként, igyekszem én mindent megmagyarázni becsülettel. Tehát tulajdonképpen, amikor én elkezdek valakivel beszélni, mondjuk a rendelőmben, akkor nem is nagyon kérdezhet az elején semmit. Tehát az első 20 perc az mindig az enyém, amikor elmondok dolgokat. Hogy én fentről öntjük ugye a kancsóba is a vizet, tehát innentől kezdve azt mondom, hogy abban a pillanatban, amikor ugye a hit, az a hallás útján épül. Hát én nem tudok senkinek hitet adni, én reményt se tudok adni, csak az Isten tud mindenkinek, ugye hívő ember vagyok, csak az Isten tud reményt és hitet adni. És abban a pillanatban, hogy a szellemét valakinek egy hittel teli gyógyító, akinek tényleg valódi hite van és működik, és bizton állítom, hogy nekem működik, meg tudja érinteni, akkor a koronacsakrától kezdve elkezdődik egy tisztulás szellemből. Tehát nem rögtön a gyökércsakrával kezdjük. Tehát aki például azzal a kérdéssel jön el, hogy a túróban fogja visszafizetni az adósságát, amit felvett devizahitelben, ezzel én soha nem kezdek, mert nem itt vannak a gyökerek. Uh-huh. Ez egy jelentkező probléma, egy szignifikáns probléma, amivel foglalkozunk, de lehet, hogy csak fél óra múlva fogunk ezzel foglalkozni. Először arról beszélgetünk, hogy miben hisz, miben reménykedik, hogy látja az élete értelmét, és közben én is elmondom, amit érzékelek, és hát vannak bizony meglepődések is, sírások is, még dühök is vannak, azt azért nálam nem szokták tudni mutatni nagyon, mert ezért fékezik az indulataikat. De van, aki dühös lesz arra, amit mondok. Az igazság az ugye eléggé fájdalmas dolog. Uh-huh. Szembesítés. Szembesítés az nagyon-nagyon fájdalmas.
biztos meglepődnék, én is mondanál egy-két olyan dolgot, hogy húha. Fájdalmas tud lenni, tudom, és átérzem azt a fájdalmat. Nem vagyok nyomozó, én egy egyszerű látó vagyok, aki olyasmi dologgal szeretne engem megbízni, amivel esetleg egy magánnyomozót simán megbízhatna, az bennem csalódni fog, mert nem vállalok ilyesmit. Jósolsz? Nem, nem. Tehát nem mondod meg, hogy két év múlva mi lesz velem? Nem, nagyon szeretem ezt a szót, hogy jóslat, meg jóslás, szeretem a szót. Nem biztos, hogy az lesz, tehát még ha meg is tudnám mondani, egyáltalán nem biztos, hogy az be fog következni. Uh-huh. Emberek, akik velem kapcsolatban vannak évek óta, mondjuk, évekkel ezelőtti, azért ők visszaigazolnak nekem dolgokat, ilyen elejtett szavakat, mondatokat, de én általában a helyzeteket szeretem látni, kielemezni és megoldani. Megoldó embernek mondom magam. És maximalista vagy, azt is látom. Igyekszem azt lenni. Mert ezt is leírtad. Teljességgel belemerülök az életedbe. Igen, ez nagyon élvezetes. Tudsz, bele tudsz mászni az ember életébe. Bele, hát ha megengedi, megengedi. Megengedi azért az, aki hozzám azért fordul. Azért megy oda, biztos, igen, bízik igen, benned. Tehát ez bizalom kérdés is azért. Igen, ilyen szempontból én nagyon, nagyon kivételezett helyzetben érzem magam, mert ennyi ember bizalmával én még életemben nem éltem vissza senkiével, és ez olyan jó, jó érzés. Na, mi a helyzet az elhunyt hozzátartozókkal? Ezt is írtad, hogy szívesen adod a látásodat ezzel nagyon kapcsolatosan. Nagyon szívesen, és, igen. És, elhúny... és tudsz információkat? Igen, sokszor, sokszor még, mivel szellemidézést nem végzek, hát én ezeken a dimenziókon kibejárkálok, tehát meg is hallom őket, oda megyek hozzájuk. Nem kell megidéznem őket, mert érzékelem. Ők tulajdonképpen sokszor itt ragadnak. Nagyon sok történetem van, akár személyes, és ezzel kapcsolatban nagyon szívesen mondok személyes történetet. Akiknek segítek, pont a tegnapi napon a fogadóráim vége felé volt nálam valaki, akinek az elhunyt férje elég keményen még mindig itt van. Nem itt velem, meg nem itt nálunk, éppen veled, Ági, hanem ott nála. Tehát itt a földi világban. Nem tud elmenni? Nem tud elszakadni, igen. Na most akkor mit tudsz? Igen, ilyenkor? De tulajdonképpen... Hát most elküldeni, most érted, jó, ez is egy olyan dolog, hogy hát fikció, szóval most menj el. Vagy, nem, vagy, nem így küldjük ne, el, nem így küldjük ki, gondolom. Vagy hogy kell elengedni? Na, jó, jó, ez a megfelelő szó, elengedni. Mert nem engedik el, azért nem megy el. Hát egymást nem engedik el. Á, valójában. Nem tehát egymást. Egymást. De nem biztos, hogy csak a halott ragaszkodik a házhoz, vagy a helyhez, vagy az illetőhöz, feleséghez, édesanyához, teljesen mindegy nekem, mert rengeteg ilyen tapasztalásom volt vendégeim, pacienseim tekintetében is. El lehet küldeni, le lehet választani. Ehhez kell energia, leválasztás, és meg kell szólítani magát a halottat is, és át kell küldeni a fénybe. De hogy hogyan, és miképpen, hát ez az a belső képesség, amit nem tudok elmagyarázni, de működik. És te látod is őt? Igen. Igen. Nem szoktam velük egyébként beszélgetni, tehát ilyen apró titkokat ezért elárulok. Egy-két kérdést esetleg, ha felteszek, vagy ők nekem. Aki elhunyt, őt már békén kell hagyni, és megsegíteni őt a fény felé. Olyan nincs, hogy esetleg téged valaki zaklatna így? Álmodban vagy lenni. Éjszaka? És ja, akkor... úgy azért nem. Uh-huh. Nem, úgy azért nem. Ő személyes zaklatás az szokott lenni. Tehát szellemekre gondolsz, ugye? Mert egyébként is vannak zaklatók, akik mondjuk nem értik meg, hogy nem szeretnék velük foglalkozni. Szellemek engem olyan nagyon nem szoktak, időnként el tudnak érni, de mivel én is folyamatosan tisztítom magam, ebben hiszek, hogy folyamatos tisztítás, tehát ugye a kabátunkat se csak egyszer tisztítjuk ki a tisztítóba, hanem folyamatosan. Tehát amint érzek esetleg valamit, már nyilván foglalkozom akkor saját magammal, és esetleg nem vagyok önhitt, tehát nagyon-nagyon szeretem, ha foglalkoznak velem, nagyon jó érzés, nagyon szeretem, a kollégák esetleg megnéznek. Bármit. Bármit. Mitől törik le a jobb kis súlyamon a köröm? Kalciumhiányom van esetleg, vagy
Nekem mondom, nekem is van egy könyvem. Szeretem, ha foglalkoznak velem, és nem biztos, hogy az embernek saját magának kell a nagy igazságokat kimondani, megfogalmazni tudom belülről, de saját magammal kapcsolatban, hogy most a hosszú haján jobban, vagy a konyt, lehet, hogy a fodrászom látására fogok hallgatni. Bocsánat. Igen, csak közben téged is akarlak látni, és még nem szoktam egyébként ezt a rádió amit dolgot. Ígérni tudsz, javulni fog az emberekhez való viszonyod, megértőbb, figyelmesebb és érzékenyebb leszel. Tehát ez a tapasztalás tulajdonképpen ehhez is hozzásegít bennünket? Igen, amikor nekem a weboldalam keletkezett jó pár évvel ezelőtt, akkor én azért már túl voltam legalább egy évtizedes praktizáláson, akkor mertem egyáltalán weboldalt készíteni, írni. Direkt egy ilyen rendkívül egyszerű leíró weboldalon van, sem színes, sem szagos, tehát semmi különös tartalmat tartom mindig a fontosnak egyébként. Picit adunk az esztétikára, de nem az a legfontosabb. Nyitottabbakká válunk. Abszolút, nagyon jó, olyan jó visszaigazolásokat kapok, hogy tulajdonképpen én magam néha eufórikus hangulatba kerülök, illetve zavarba is jövök, mind a kettő, hogy na hát írja nekem mondjuk egy SMS-ben, hogy jobban aludtam, jobban látok, nyugodtabb vagyok, jobban tudok dolgozni. Hát ezek nekem zenefüleimnek, hát ilyen sikereket elérek mondjuk egy alkalmas találkozással, és itt volt egy kérdésed, Ági, hogy mennyi találkozás szükséges, amennyit az illető jónak lát. Tehát egy alkalom, egy-másfél óra, egy és egy negyed óra, tulajdonképpen sok csillagot le tudunk hozni az égről, annyi idő alatt is, de az összeset nem biztos. Ez is tetszett, hogy minőségben javulnak a kapcsolataid, a hasonlót, vonz elv a gyakorlatban is azt eredményezi, hogy magasabb rezgésű, tisztább emberek kerülnek a közeledbe. Hát ez csodálatos, nem? De. Hát ha ezt elérjük, megyek hozzád. Gyere. Megyek. Tehát itt vagyunk. Használjuk ki. Én nagyon szeretem a magasabb rezgésű. Látod, hogy nincsenek véletlenek. Mert hogy rátaláltam, milyen jók a közösségi oldalak, meg egyáltalán. Mi az életben nem futottunk volna össze, nem valószínű, hogy összetalálkozunk, de igen, megírták ott fönn. Hát azért mondom, hogy nem. De. Fatalisták vagyunk, tehát nekünk találkozni kellett. Nagyon szeretem ezt a Zárajéknak ezt a szép dalát. Máté Péter írta, ez számomra is újdonság. Most derült ki, hogy ezt ő írta nekik, ha nekünk találkozni kellett című dalt. Remélem, hogy jó. Jól hallottam. Az, hogy valóban ez a hasonlót vonz, én ezt azért nagyon szeretem, mert valóban működni tud, sokat kell ezért tenni, hogy a hasonlót vonz, valóban igazolódjon az életünkben. Tehát a saját életemben is azt mondom, hogy remélem, hogy reménykedni tudok, hogy semmi olyasmit nem mondok, ami túl magasztos, meg ilyen nagy szavak. Én igyekszem tényszerű lenni. Bizonyos találkozások nem az én hibám miatt nem tudnak megtörténni. Én ebben biztos vagyok. Tehát én nyitott vagyok. De mégis van az illetőben valami félelem, vagy gát, vagy valami olyasmi, hogy ne tudjunk találkozni, vagy viselkedési zavar. De én hiszem azt, hogy két erőszakos ember például, ők jól el vannak egy ideig, mert ugye egymást gyepálják. Két szelíd ember, szerintem az maga a tökéletesség. Nekem a barátságaim is ilyenek, párkapcsolatom is ilyen, tehát Szelíden? Igen. Nincs konfliktus? Én konfliktusos ember vagyok, ugye ez azt jelent, hát én folyamatosan, hát a munkám is az. Csak ez szelíden, tehát a módszereim szerintem azok már kidolgozottak erre, hogy hogyan működök együtt valakivel. Konfliktus helyzetek, konfrontálódások állandóan vannak, folyamatosan. Mindig. Tehát amit az előbb meséltem neked, hogy mondjuk a kedves úr, aki hozott tényleg nagyon-nagyon kedves volt a taxis, hát az is egy konfliktus helyzet, hogyha én nem válaszolok egy kérdésére, akkor ő lehet, hogy megáll, kidob az autójából, és megsértődik, de nem így történt. Megoldottuk.
Megértő volt. Hát jó, mondjuk egy szolgáltatást nyújtott, hát azért szép is lenne, hogy hát megteheti. Kidob a sarkon, mert nem válaszolsz a kérdésére. Megteheti. Én nagyon sok kérdésre. Kálmán. Így van. Nagyon sok kérdésre nem válaszolok egyébként. Nem nálad. Nálad igyekszem minden kérdésre. De akikkel beszélek... Akkor azt hiszik, hogy zárkozott vagy. Nem hiszik. Pontosan tudják, hogy milyen kérdésre nem fogok válaszolni, de azért hát, felteszik. Hát aki ismer. Nem, azért éreznek engem az emberek szerintem. Uh-huh. Hatékonyabban tudsz dolgozni, élni, és választ kapsz nagyon sok kérdésre. Ez is egy érdekes dolog. Tehát elmegyek hozzád, és akkor másnap... Nem 8 interjúval többet fogok készíteni? Vagy? Azt nem gondolom. Lehetséges, hogy a munkáidnak a minősége az emelkedni fog. Tehát a színvonala, a mélysége, vagy a magassága, amplitudó, élesebb lesz, te magad is jobban látsz dolgokat. Nem biztos, hogy másnap. Velem való találkozás, most azért ne úgy állítsunk be tényleg engem, mint valami Mária, könnyező Mária szobrot, ugye? Azért az többet tud egy könnyei, azért mondom, egy könnyező Mária szobor, biztos, hogy többet tud nálam. Igyekszem csak pontosan működni, és olyan fajta instrukciókat adni, amit magamnak is adnék. Ez nagyon lényeges. Mi feküdj le este 8-kor? Nem maradj fönn éjfélig? Vagy nem, például, azt egyébként is hülyességnek tartom. Nem ezt, hogy mondod, mert ez jó, hogy mondod, de nem, miért kéne lefeküdni este 8-kor? Tehát ilyet magamnak sem mondanék. Nem, olyan instrukciókat adok mindenkinek, és olyan fajta látást, és olyan fajta javaslatot, ugye javasnak mondom magam, hogy ezt úgy el tudjam képzelni, hogyha én a helyében lennék, én meg tudnám ezt csinálni. Tehát aki mondjuk most kezdi a lelkét egyáltalán pátyolgatni, észrevenni, beszéljünk mondjuk a férfiakról egy picit, tehát most kezdik el észrevenni. A szellemiségüket már észrevették, a lelküket meg szerintem nagyon sok férfi most kezdi felfedezni 40 fölött, vagy 35 felett, és nem mondom neki, hogy meditáljon naponta 3x10 percet, pedig szívesen mondanám, de azért nem mondom, mert felesleges mondanom, úgyse fogja megcsinálni. Azt sem gondolom, hogy mindenkinek kéne jógázni, vagy 500 métert úszni, azzal kezdtem a napom. Nem gondolom ezt. Tehát egyéni praktikumok vannak, és próbálom beleélni magam a helyzetben. Mondjuk látom valakinél, hogy azt sem teszi meg, hogy napi fél órát sétál. Látom embereken. Vagy mondjuk iszik. Ugye hát, ha valaki túl sok alkoholt iszik, akkor miért mondjam neki, hogy hagyja abba? Hát, hogy hagyja abba, azért. Mérsékelje, azért. És utána majd rájön, hogy abba kell hagyni magától. Szeretem, ha valaki egyébként... ha valaki magától egyébként rájön dolgokra, és nem kell annyira nagyon direktben. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy nagyon kemény legyél velem, mondod az igazságot, tényleg, amit látsz, tehát így kezdi, ezek férfiak is szoktak lenni, hogy instruálnak, hogy nyugodtan, ami belefér. De azért nekem van egy szelíd stílusom, és úgy gondolom, hogy diplomatikus is vagyok. Megszűnnek és eltűnnek a problémáid hirtelen vagy fokozatosan. Uh-huh. Tényleg, felkiáltó jellel. Igen. Igen, hát megszűnnek. Ez tapasztalás, igen. Igen, amikor megszüntetünk egy blokkot, mondjuk, mondjuk azt, hogy valaki jön hozzám rekett évek óta. És akkor úgy beszélgetés végére, vagy az ott lét végére, főleg, hogy közösen meditálni szoktunk, egyszer csak megszűnik a rekedtsége, és cseng a hangja. És rájön, hogy minthogyha mázsás terheket szedtem volna le róla, vagy a torokcsakrájáról. Tehát ennyi. Működik. Működik. Na, amiben azért... Együttműködést várok egyébként mindenkitől, hát azt azért elárulom neked, Ági, meg a hallgatóknak is. Másként nem is menne egyébként. Én azzal szoktam kezdeni, főleg amikor az elején azért félni is szoktak tőlem, ez sem titok, zavarban vannak tőlem. Az edzőterem, ahova járok, van egy kedves hölgy, aki azt mondja egy személyedző, hogy hát hallod, van egy nézésed, de én azt bírom. Tehát én szeretem De van is.
Igen, nagyon szép szemed van, de nagyon éles is, kemény tekinteted van, nagyon karakán. És hogyha, hát ilyen, lehet, hogy de ez jó, egy kialakult. Jó is, rendben van. Kialakult. Ennek a jó oldala, amikor Helyei Zsuzsa például ez a fotó, amit itt mutattál, hogy nem tudom, majd ezt így kirakod. Ez Zsuzsi csinálta, Helyei Zsuzsi, akit ha esetleg hallgatja a rádiót, nagyon sok puszit küldök neki, ha mondhatok ilyet. Ő mondta, hogy ő megfotózta a szemeimet közelről, hogy ő még ilyet nem látott. Ez azért érdekes, mert ugye színváltós szemem van, tehát tud ez szürke is lenni, alapvetően zöld, de kékülni is szokott, és valóban lehet egy kicsit ilyen hangulat vagy időjárás függő. Amúgy meg az elején, amikor valakivel leülök, én szoktam nagyon-nagyon kedvesen felajánlani neki azt, hogy tulajdonképpen ne haragudjon, de ő is dolgozni fog, bocsánat, egy kicsit. És érzik is az emberek, hogy azért ez egy együttműködés. Kínozni nem szoktam senkit, és megbántani sem. Ezt nagyon fontosnak tartom. Emberek bántják saját magukat, ami nagyon rossz. Szidják saját magukat, nagyon helytelen, bántja, lenézi, lealacsonyítja, és akkor időnként egy ilyen udvarlóba megyek át, hogy ez nem így van, nem mondja ezt magáról. Mert nem így van, nem így látom, hogy ő buta például. Kijelenti magáról valaki, hogy buta. És ha mégis buta? Biztos, hogy nem az. Aki buta, az nem jelenti ki magáról, és nem tudja magáról. Jó. Ezt tapasztalom. No, ismerek buta embereket. Elmúlik a depressziód, migrén, pánikbetegség, álmatlanság, félelmek, függőségekről már beszéltünk. Igen. No. Függőségek is meg tudnak szűnni egyébként. Leszoktatsz a dohányzásról? Szívesen. Kell egy belső elhatározás. Az biztos. Egyébként talán, hogyha olyan, én nem tanultam ezt a, tulajdonképpen egy mesterség, ami, ez egy mesterség, amit csinálok. Nem tanultam, inkább gyakorlom. Ha megkérdeznéd, hogy mi a végzettségem, hogy van két diplomám, az egyik egy egyetemi közgazdász vagyok, másik pedig a külkereskedelmi főiskolai diploma. Tehát teljesen más a végzettségem. Ha szakmából valaki hallgat, pszichiáterek vagy pszichológusok, akkor azt mondom, hogy az éberhipnózis, amit nagyon-nagyon fontosnak tartok, ez is egy képesség, hogy tud-e valaki ezt csinálni, hogy éberhipnózis. Éberhipnózisban meg tudnak szűnni a függőségek, akár a dohányzás és akár a drogok iránti oldhatatlan vágy. De éberhipnózisba kerül valaki? Vagy? Szerintem igen. Nálam biztos. Na de hazamegy, akkor minden folytatódik rágyújt. Nem baj, de a hipno... Na, nem, azért nem így van. Nem így van? Nem, azért nem így van. Azért nem így van. Mert mondjuk, ha a dohányzásról beszélünk, akkor ugye ott az agy meg a vese tárol bizonyos nikotin elemeket, nikotinnak is bizonyos, nem tudom, vegyületeit. Tehát ez az elektromos kicsapás, tudod, amiről így hallottunk is. Azt szerintem azért az is tud működni, meg tud működni még sok minden más. Belső elhatározás, egy belső undor. Amíg ez nincs, le róla, persze. Amíg ez nincs, szerintem addig nem működik a leszokás sem. Bárkinek tudok tisztítást, tiszta, akadálymentes, gyógyító kenetet, energiát és szeretetet küldeni, akinek kérsz, és ezelől, hála Istennek, senki sem tud, és tulajdonképpen nem is akar kitérni. Igen. No, ez mire jó? Ez távtisztítás, tehát tulajdonképpen az asztrális síkon meg tudom idézni, bárkinek, élő emberekről beszélünk, a szellemét és energiát kap, ennyi. Tehát auratisztítás. Hát én azt mondom, hogy több száz kilométerre élő édesanyámnak küldjünk szeretetet, akkor tudunk küldeni neki szeretetet? Igen, tudunk neki küldeni. Egy-két dolgot szoktam, ugye rámeditálok, így mondom, ráhangolódunk, elkérem azért a nevét, ugye vezeték, keresztneve, születési adatai, esetleg egy fotó, de nem biztos, hogy kérem. Az indiánok, amikor nem szerették, hogy fotózzák őket, nagyon ügyesen ugye rájöttek, hogy ellopják a lelküket. Tehát valóban a fotón van egy matrix lenyomat, ami jól használható. Nekem gyógyításra biztos, hogy jó egy fotó. Mi ott ugye, a lelkem a fotón? Hát elég sok minden van a fotón, igen. Hát mondjuk a vonásról. Dicsérted a fotómat, úgyhogy tudod, nem?
Jó, csak én nem vagyok látó. Ott van, de hogy hát nem. Ez a... Mindenki egy kicsit látó. Dicsértem, és dicsérni is fogom. Mindenki egy kicsit, mindenki egy kicsit látó. Sok minden látható egy fotón. Előlem meg elrejteni dolgokat amúgy sem nagyon lehet. Ha meg el lehet, egy picit úgyis kinyomozom. Tehát rájövök. Volt olyan, hogy be akartak téged csapni? Sokszor. Azt mondja magáról, hogy, és hát meg más néven mutatkozik be, persze, rájövök. Hogy jössz rá? Rájövök. Megérzed? Megérzem, igen. És akkor szembesíted? Szembesítem, hogy... Hát meg itt... van, akit utólag egyébként, tehát annyira zavarban tud hozni a hazugság, az aljasság, hogy van, amikor van egy ilyen visszahatás, hogy esetleg utólag, vagy én felhívom utólag, és mondom, hogy ezt miért kellett velem csinálnia. Rájövök hamar. Jé. De nagyon kellemetlen egyébként, ha mondjuk így valaki, mondjuk ezt így ellopom, nem biztos, hogy rám fogsz hirtelen szólni. De annyira kellemetlenül érzed te is magad. Uh-huh. Most így oda nyúltam, ez rádióban nem látszik a hangfalhoz, hogy mondjuk így ezt így lenyúlom. Nem biztos, hogy hirtelen rám szólsz, mert kellemetlen. Én megszeppennék, mondjuk. Nekem is kellemetlen, amikor esetleg valami mondatot adnak a számba, amit nem mondtam. És az illető is tudja, hogy nem mondtam. Uh-huh. És felhív mondjuk a felesége, hogy ezt miért mondtam, és biztos, hogy nem mondtam. Biztos. De ezek kellemetlen dolgok. Ilyenkor és akkor magyarázkodni kell? Nem magyarázkodok általában soha, hanem megszüntetem ilyenkor a kapcsolódást. Uh-huh. Ilyen szempontból érzékeny vagyok. Keressen mást akkor. Így van, uh-huh. Így van, akivel szórakozhat. Meg vannak, akik bejelentkeznek. Egyre kevesebben vannak már, akik nem jönnek el. De olyan is volt. De természetesen van olyan, szerintem ez bármilyen területen működik, ezek a notóriusok. Bejelentkezik, mert úgy gondolja, hogy azzal mert tett valamit, de arra nem mondjuk, megjel. Arra nem képes, így van, nem jön el, de nagyon jó, hogy nem jön el egyébként, örülök neki. De nem is mondja le? De legalább egy üzenetet küldhetne, de közben érzem, hogy nem jön el, csak nem értem, miért szórakozik ezzel. Elment a bátorság. Gyengesség. Elhiszed, hogy van olyan, hogy valakibe neki nába száll a bátorsága, és azt mondja, mégsem megyek el, még nem jött el az ideje. Ilyen is lehet. Nem lehet, rosszból nem megy el. Lehet, de ha becsületes, akkor szerintem ezt közli. De egyébként nagyon kevés ilyen ügyem van, hála Istennek, hogy komolyan vesszük egymást az emberekkel. Nem oldok meg feladatokat senki helyett, mindenki oldja meg a maga feladatait. Ez így rendben is így van. Tehát ezzel szerintem mindent el is mondtunk. Így de van. Nem arra vagy hivatott, nem. Hogy az én élet problémáimat megoldjad, hanem valami utat adsz, nem? Uh-huh. Vagy valami így kis van. Iránytűt adsz a kezembe, hogy na, Ági, erre menj, mert talán hasznos lenne, ha ezt az utat követnéd. Így van. Objektíven igyekszem elmondani, ami nekem képileg és hangilag megjelenik. Tehát igyekszem objektíven elmondani. Nem mindig tudom teljesen, mert annyira gazdag az a mező, amit én érzékelek. Nem is lehet minden részletét tökéletesen, de én hiszek abban, hogy a nagy mezgyéken, a nagy vonalakon és a pici apró részletekben elmerülve gyönyörűen valamiféle rendezettséget el tudunk érni. Amit meg kérdeztél, ez a feladatmegoldás, ez pedig, ha blokkokat megoldjuk, akkor ő saját maga majd rá fog arra jönni, mondjuk, hogy hogy írja meg a, ha kell éppen akkor a nagyregényét. Nem akarok senki helyett és senkinek még házi feladatot sem megoldani. Volt már ilyen is. Angol leckét se írok senki helyett. Hát azt is én gyakorolnám, akkor azzal ő mit nyerne, igaz? Uh-huh. Lehet, hogy kapná egy ötöst hirtelen. Tehát hosszú távon... Beszélek. Én nagyon hiszek abban, hogy hosszú távon kell nyerni. Tehát ezek a rövid távú kis győzelmek. Ezen én túl vagyok. Tehát csináltam már meg valaki a matematika leckémet középiskolában. De hát az gyerekkornak számít. Elvárásaid ne legyenek senkivel, csupán önmagaddal szemben. Az ember hajlamos azt hajlamos. Mondani, nem? Igen. Hogy, mert én azt hittem, hogy te megcsinálod azt, hogy. Mert hogy leviszed a szemetet, mert hogy mégiscsak megmelegíthettél volna egy ebédet, most csak úgy mondok valamit. Persze. Kollégák egymás között, vagy mi gyerekek is egymás között. És sokszor között. Ez jogos egyébként, jogos, csak mégis el kéne egy önkontrollal oda jutnunk, hogy mea culpa, tehát én is tehettem volna ezt. Hát jó, egyik nap te, másik nap igen, másik. Igen, igen, igen. Azért... Kölcsönösség uh-huh. Az rendkívül lényeges. Az elvárásokról
gondolhatod, Ági, hogy mennyi elvárást támasztanak felém? Biztos sokat. Sejted? Így van. Sejted? Na, akkor neki durálja magát, eljön. Teljes most életváltozást mindent remélt tőled. Mindent megtett. Leül. Na most akkor mondja meg. Én úgy kb. Meg is mondom, érzi az energiákat, és egyszer-kétszer, és ezt majd meg fogom novella szinten írni, ugye most jönnek majd a következő könyveim szépen sorban, van egy-két óriási sztorim, amit igyekszem majd szórakoztatóan megírni, mert én magam is utólag már szórakozom rajta, hogy például volt egy hölgynek, nem nevezném, de nő, mondjuk legyen egy nő, még elég férfias volt, de mondjuk legyen nő, és azt mondta, megvártam, míg végig szenvedem vele az egy teljes órát, hogy nekem egy óriási szenvedés volt, ugye kőbánya, mert egy rendkívül negatív személyiség volt, az évekkel ezelőtt volt, ilyen már nem fordul elő. Tehát az első két percben már elbúcsúzunk. De nyilván régebben, mondjuk 5-6 évvel ezelőtt még magamnak is óriási dolgokat szerettem volna bizonyítani, manapság ez már nem így van, és a végén azt mondja, hogy hát te nagyon nem jól látod az életemet. És nagyon jól láttam, csak annyira szomorú dolgok voltak, és annyira tragikus, és annyira felháborító dolgok, hogy ezzel neki így szembesülni tulajdonképpen, hát mást várt tőlem, gondolta, hogy megrendelt tőlem valami életsztorit, vagy jóslatot, de nálam ilyesmit nem lehet. Tehát de ez miért, nem kívánság miért műsor. El a negatív személyiségektől? Pont ő nekik van a legnagyobb szükségük rá. Hát a negatív személyiségektől nem határolódok el, de mi dolgom van nekem azzal, aki piszkálni akar, és nem, dehogy akarom átfordítani, nem. Nem akarok, az majd ő átfordul saját maga, amikor szembesül egyre több szörnyűséggel és ütközettel. Nem akarok én senkit átfordítani. Tehát te csak pozitív személyiségekkel foglalkozol? Igen, többnyire pozitívakkal. De akinek rengeteg problémája is lehet. Akinek rengeteg problémája is lehet, és ugyanazzal a problémával meg lehet nálam az én színem előtt, ugye van egy kedves barátom, aki azt mondja, hogy hozzád úgy oda kell járulni. És van benne valami, így van benne valami, és ez nem baj, ezeket nem tagadom, hogy tehát jön a színem elé, és nagyon tragikus, tényleg azt mondom, hogy én ki sem bírnám az ő életét, és intelligensen, kedvesen, és tényleg a megoldásra törekszik, és ugyanannyi alázat van benne, mint bennem, és megoldjuk, és ügyesen, 2-3 alkalommal. Ennél jóval kisebb problémával, szörnyeteg viselkedéssel nem vagyok hajlandó. Miért? Nem szeretek szenvedni. Mindenen és mindenkin lehet segíteni, vallod. Így van. Mindenkin lehet segíteni? Mindenkin lehet segíteni valamilyen szinten, igen. Maximum elzavarod. Lehet, hogy azzal is segítek neki, azért ne élezzük, ha kérhetem azt, hogy azért ne élezzük ki ennyire, kevés embert küldök el, tehát én a megegyezésre törekszem mindig. Erre mondok egy számot, hogy éves szinten mondjuk mindenkire emlékszem, egy 4-5 biztos. Az nem sok. Nem olyan sok. Nem. De azok mindig látványosak. Tehát ez tényleg olyan, hogy nem akar elmenni, nem azért jött ide, nem azért utazott ennyit, és meggyőzöm, hogy értse meg, hogy nem, mégsem én vagyok az embere. Nem szeretem magam rosszul érezni. Hát ki szeretné. Mesélj néhány szót a könyvedről. Köszönöm szépen, hogy hoztál egy példányt, illetve a kártyákról, hát amelyek társulnak hozzá. Így van, és nagyon köszönöm. 48 színes kártya igen. is, és isteni illatuk van, olyan friss. Én szeretem igen. a nyomda illatot. Igen, nyomda. Igen. Nyomda illat, tényleg jó nyomda. Na miről szó? Érzelem és lélekkártyák, ugye varázs igék szeretettel. Ezek helyzetelemző kártyák. Teljesen lelki érzelmi síkot ábrázolnak, ami az ember életében felmerülhet. Én azt mondom, hogy még akár az anyagvilágában is eligazít. Teljesen szabadon használható. Februárban Budapesten lesz majd egyébként, és országos szinten is tervezek előadásokat a könyvelkártyával kapcsolatban.
Válasz én egy Székesfehérváron is. Jövök majd. Egy önsegítő 48 lapnak szántam. A könyvben vannak kis haikusszerű versikék, illetve versecskék, illetve írás, és egy-egy isteni ige, egy új, vagy egy ószövetségi isteni igére építettem tulajdonképpen. Vannak hosszabb írások. Hogy segítenek ezek szerettem csinálni nagyon. Rajtam. Én hogy tudom hasznosítani az én életemben, a mindennapokban? Mit tegyek? Én azt javaslom, hogy egy helyzetre, bármilyen helyzetre lehet, ugye kiterítjük a kártyákat, képpel lefelé, ez 48 lap, tehát elég beszédesek, és 7 lapot lehet húzni egy helyzetre, vagy 3-at, érzés szintjén, tehát semmilyen instrukciót külön nem fogalmaztam meg ezzel kapcsolatban, ahogy jönnek az érzések. Nagyon jól működnek, tehát válaszolnak, jó visszajelzéseket kapok. Gyerek kezébe is merem adni, idősek kezébe, bárkinek a kezébe, akit érdekel egy kicsit az én világom, az én látásom, illetve az amit remélhet tőlem. Van, aki nem ismer személyesen, és megrendeli a könyvet, megveszi. Könyvesbolti forgalomban egyébként nem kapható. Szerintem nem szeretném dicsérni, az ember a saját dolgait nem dicséri, de én szerettem megalkotni, megcsinálni. Már következő dolgokon ez már megszületett, éli a saját életét, és gondozom. Akkor te most már teljesen szakítottál a végzettséged szerinti szakmáiddal akár, tehát ez marad. Igen, a te hivatásod. Rendesen belém épültek a végzettségeim, a tanulmányaim, de én nagyon remélem, hogy ez marad, mert ebben érzem magam legjobban. Tehát itt találtad meg az otthonodat, tehát itt igen. Vagy otthon. Uh-huh. Igen. Igen, otthonosan mozogni egy területen, az mindig jó. Hogyne, én is szeretek. Ez nagyon jó. Tehát óriási meglepetések engem már nem nagyon érnek. És biztos, hogy nem? Biztos, valaki olyan élethelyzettel jön hozzád. Nem, nagyon, nagyon érzékeny vagyok tulajdonképpen. Ezt már sokszor mondom, hogy nagyon érzékeny vagyok, de tényleg az vagyok. Szűzek azok. És óriási meglepetések nem gondolom, hogy érnének. Hát látom a dolgokat, úgyhogy nem, ezek nem meglepődés szintjén jönnek. Na de milyen érdekes lehet, hogy bemegy hozzád valaki, és akkor előbb-utóbb elkezd beszélni, miután te ugye felvezeted a dolgokat, és te már tudod nagyjából az alapvázat, vagy a gerincét a történetnek. Szóval ez valahol azért ad egy biztonságérzetet, de milyen jó dolog, nem? Hogy te tényleg értek valamihez. Megkérdezi, pedig én már láttam a szemében azt a kérdést fél órával ezelőtt. Uh-huh. Yeah. Nagyon érdekes, és addig tudok emberekkel foglalkozni, remélem ez még sokáig így lesz, de az biztos, hogy addig lehet, amíg van kedvem lelkizni, beszélgetni, és amíg érdekel egy ember. És hogyha ez így van, akkor van egy erős szakmaiság bennem nyilván, tehát egy mesterségbeli tudás, de igazániból a mesterségbeli tudás az fabatkát nem ér, akkor, hogyha nem szeretem az embereket, és tulajdonképpen szeretem az embereket, nem mindenkit egyformán, tehát ezt nem titkolom, ezt nem szoktam semmit meg titkolni. Meg az, hogy ráhangolódni egymásra, hát mi is mit teszünk most, életünkben először találkozunk, és milyen jól beszélgetünk. Igen. Tehát azért meg kell tenni azt, hogy egymásra ráhangolódni, akkor is, hogyha pontosan tudjuk, hogy lehet, hogy nem holnap fogunk ismét találkozni. Na most a te esetedben is lehet, hogy visszajön az ember, de lehet, hogy soha az életben nem megy vissza. Igen. Hát tulajdonképpen nekem az a jó, hogyha minél több új ember jön hozzám, tehát most magam ellen beszélek, de tényleg így van, mert új élethelyzeteket felfedezni a legcsodálatosabb. Ha van olyan ember, akinek mindig ugyanaz a problémája, és sokszor visszajön, ő ugye egy kicsit kevésbé szorgalmas típus, ugye akinek mindig ugyanaz a problémája, tehát nem hajlandó rendesen szorgalmas lenni. Hát szerintem lehet, ez nálad is így van, Ági, vagy bármelyikünknél, nem, hogy Van, aki úgy érzi, hogy ő tényleg mindent megtett, hogy elment végre valakihez, már ő pszichológusnál is volt, nálam is volt, na akkor itt a vége, és akkor
ő tök jól megvan, bocsánat, tökéletesen jól megvan magával, egy picit talán pökhendi, és vannak ilyenek. De azért én azt veszem észre, hogy találkozom ugyanazon emberekkel elég gyakran. Hát nagyon érdekes, elment egy óra, el sem hiszem, elrepült az idő. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és meséltél mindenről. Én szerintem, ha holnap visszajönnél, ugyanitt folytatnánk, ahol abba hagytuk, mert erről bőven lehet órákig. Kívjál még, és jövök. Jó, akkor még folytatjuk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Újfalusi Márta látó, spirituális gyógyító munkájával ismerkedhettek meg. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő Kozma Ágnes. Viszont hallásra!